nagy gratuláció fogadta, ováció volt, hogy na, hogy került rendőrkézre ez az ember, holott csak egy rutin ellenőrzésnek indult. A Ráczal másik körzeti megbízott azt meséli, hogyan fogtak munkatársával egy ilyen akció keretében országosan is körözött szemét. A rendszám felismerő rendszer használata megkönnyíti a forgalom szűrését, hiszen az alkalmazás megmutatja, mely autót érdemes megállítani. A rendőrök legtöbbször lejárt műszakival közlekedő autósokra bukkannak ilyenkor, de számos bűnöző kezén is kattant már a bilincs ilyen razziák alkalmával. Bűncselekmény miatt lehet körözni egy járművet, ez lehet lopás miatt ellopnak egy autót, nyilván ezt a hatóság körözi, és lehet bármilyen más bűncselekmény miatt is körözni, amit azzal a gépjárművel követtek el. Illetve nagyon fontos még azt is tudni, hogy ha valakit köröznek személyként is, nekem van egy autóm, akkor az autóm rendszám alapján visszaadja azt, hogy engem mint szemét köröznek. Az albarégi autóvadászaton több mint 3 tucatnyi autót szűrtek ki a forgalomból, melyek lejárt műszakival közlekedtek. A versenyen 10 csapat vett részt, a csapatokban rendőrök, polgárőrök és a NAV egyenruhásai mérkőztek meg egymással. Az albarégi polgárőr egyesület keresett meg, és kérte arra, hogy Székesfehérvár megye Jugováros önkormányzata álljon az ügy mellé, és így sikerült a hiányzó feltételeket biztosítani, és örömmel mondhatom, hogy egy nagyon komoly versenynek hívjuk és játéknak, de igazából tényleg a közbiztonságra és a közlekedésre minőségének javítása érdekében egy nagyon fontos esemény sorozat. A rendőrök és polgárőrök a versenyen kívül is használják a rendszám felismerő alkalmazást és a hozzátartozó adatbázist. Az autóst csak akkor állítják meg, ha a rendszer jelez.